Sziasztok! Üdvözlök megint mindenkit itt a csatornámon. A mai nap nagyon extra lesz. 24 óráig ti fogjátok irányítani a napomat. És nem is akárhogyan, Instagramra kiírtam, hogy írjatok különböző dolgokat, hogy miket csináljak szivatás prank egyéb. Szóval az lesz a lényeg, hogy mindig 3 cetli lesz nálam, és egyet fogok kihúzni, akkor meglátjuk, hogy miket is írtatok. Nem is húzom az időt, nézzük! Tessék! Na, akkor következzen az első szivatás. Közben itt van anya. Szia, anyuci! És itt van Lara is. Már lagyba alszik. Val, anya segít addig, hogy a Larával van. Szóval nézzük meg az első szivatást is. Anya odaadja, és akkor 3 közül fogok választani. Nagyon izgulok, most jön az első húzás. Ez legyen. Le kell gyorsulnom egy autót. Hát nézzük akkor. Jön az autó. Hát ez nem sikerült, pedig reménykedtem amúgy benne, mert ott van egy olyan szakasz, ahol lefékezett. Nézzük a kövit! Jön a kövi! Remélem nem lesz annyira szivatos. Legyen most a baloldali. Ülj fel a metróra és csinálj egy TikTok táncot, na gyertek! Elejtettem valamit. Most jön a következő, legyen ez. Ó, ez jó, shopping túra, mehetünk. Megérkeztünk az egyik kedvenc boltomhoz, gyorsan bemegyünk, pár dolgot teszek én is magamnak, aztán megyünk tovább a szivatással. Kiválasztottam jó pár ruhát, hát nézzük meg őket, mutatom. Elég sokat találtam, és az a durva, hogy a 3/4 akció, szóval nézzük meg. Ez nagyon kényelmes. Hát kis egyszerű, de nagyszerű. Itt kicsit így kilátszódik, az nem tetszik. Itt nagyon átlátszó, valahogy nem tetszik. Ez jó, ez is egyszerű, de mindenhez illik. Na ez szerintem nagyon ütős, annyi, hogy nem ezzel a melltartóval. És akkor jön a következő. Anyukám, mutasd ide nekünk, legyen ez. Úgy vásároljuk, hogy ez a szódás szifon van a szememben. Anya! Mehetünk. Ezt vesszük a Larának. Melyik? Akkor megvan a nyertes. Larának veszünk egy ilyen kis cukiságot. Jó napot, ezt szeretném. Készpénz lesz. Köszönöm. Viszlát! Akkor húzunk még egyet, anya, mutasd. Legyen ez. Menjünk enni a Mekibe. Oké. Na, itt vagyunk a Mekibe. Na, jön a következő húzás. Köszi, anya. Legyen ez. Stoppolnom kell. Nem kell na beülnöm, de stoppolni. Menjünk. Ki kell raknom a lábam is, vagy csak így? Jön egy! Hello! Nem tudom, hogy ez csak egy szivatás volt, de köszi, hogy megálltál! Szia! Nézzük, jön az esti feladat. Tü-tü-tü-tü-tü. Melyik legyen? Ki kell mennem, és ordibálni, hogy jó éjszakát mindenkinek. Lehet a szomszéd ezek után nem fog velem szobálni. Na menjünk! Tuti hallja majd a szomszéd. Jó éjszakát mindenkinek! Run! Hát gyerekek, ennyi hülyeséget írni komolyan az Instagramra, hogy miket csináljak meg. Ez töröm lesz még nekem is végignézni. És akkor nézzük meg az utolsót. Jöhet anya. Jobb vagy bal közért. Ti melyiket választanátok? Ezt nem mondom ki hangosan. Ez lesz a feladat. Nem mondom meg, hogy miért. Majd meglátjuk. Így van, sziasztok! Anya! Anya! Anya!
Anya. Kell. Mert iskolába kell menned. Idő van. Anya. Nagyon komás. Na jó van. Lehetünk aludni. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Én ismételten nagyon jól éreztem magam, főleg a shoppingolás! És nem csak magamnak vettem, hanem a Lara babának is. Azt is mindjárt megmutatom, de először azokat, amiket én vettem. Vettem ilyen basic darabokat a New Yorkerbe, és amúgy ezek full akciósak voltak, szóval nagyon megérte. Ebből vettem több színt. Ó, ez nagyon dögös. Aztán vettem egy ilyen nacit, mondjuk baromi koszos az alja, azt még ki kell mosnom. Ilyen, és hozzá ilyen kis romantikus felsőt. Ja, meg igen, ez a beskásokat meg szerintem mutattam. Ez a farmer, ez nagyon dögös. És mutatom a Lara babának is, mit vettem. Itt már kettőt találtam meg, mert tegnap este ugye ezekkel fürdött Lara. Aztán ezt, amikor a szódás szifont fölvettem. És ez annyira puha. Imádja, ezt ő választottam, hogy több plüssöt odaadtam neki, és végül ez lett. Szóval nagyon élveztem az egész napot. Anya viszont mondta, hogy mi volt az éjjel, mert hogy most valamit álmodott, hogy oda mentem, de hogy így nem volt magánál, mondta. Köszönöm, hogy ennyi hülyeséget írtatok, mert nagyon feldobtátok a napunkat, és nagyon jó volt. Puszi!